Másfél hete tart televíziónk nyár című tematikus délelőtti műsora. Meglátogattuk hollókőt, herencseint és ipojszalkát is, ahol a települések népviseleteit, kulturális örökségeit és természeti kincseit is bemutattuk. Stábunk a Nógrád megyei terényben is járt, ahol a falu polgármestere elmondta, hogy nagy örömmel várják a turistákat és a kirándulni vágyókat a jelképünk egy mozgó haragláb, ami az Artéka Művészet Határok nélkül Egyesület területén van. Azon kívül itt van a világhírű Orsós Magnó Múzeum, de még múzeumban a Csipke Múzeum, Gomba Múzeum is látogatható, illetve a Nemzetiségi, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tájházat működtet, és hát ezt is érdemes megnézni, egy gyönyörű a természeti környezet is, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, hogy jöjjön erre, és a kék túra útvonal is itt halad rajtunk keresztül, úgyhogy várunk minden kedves vendéget, több mint 200 szálláshelyünk van magánkézben, úgyhogy hogy megszállni is lehet itt nálunk. Terény is részese a Magyar Falu programnak, amely keretében a falvak a többi között egyházi közösségi terek fejlesztésére és közintézmények korszerűsítésére fordíthatják az állami támogatást. Több nyertes pályázatunk is volt, már fűnyírót is nyertünk, az óvoda játékainak felújítását is ebből valósítottuk meg, és folyamatosan pályázunk mi is játszótérre, útfelújításra. Hát most éppen nem nyert ez a két pályázat, de művelődési házunkat is szeretnénk felújítani, tehát mindig folyamatosan nyújtjuk be az újabb és újabb pályázatokat. Jó reggelt kívánok, ma is sok szeretettel köszöntöm Önöket. A Palócnyár című műsorunk keretében Parád, szétcsény, Romhány, és boldog településekre is ellátogatunk. A tematikus adásunk augusztus 7-ig látható televíziónk műsorán.